estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, nagykunsági krónika, közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, akivel egy lezárult projektről, egy újabb felújításról beszélgetünk. Kedves nézőinket, mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Főigazgatóasszony, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket, és nagyon köszönöm a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, mert március 18-án egy projektzáró ünnepségen vehettünk részt, illetve vehettek részt az érdeklődők a Kátai Gábor Kórházban. Lezárult ismét egy pályázat, miről szólt ez egészen pontosan? Ez egy 2013-ban beadott pályázat, amit el nem utasítottak, mert hogy megfeleltünk a pályázati útmutatóban foglaltaknak, és műszerekre vonatkozott elsődlegesen a pályázat. Sajnos akkor nem volt rá fedezet, 2015. augusztusában kaptuk meg a döntést, hogy hát mások, akik esetleg nem használták fel az uniós forrást, vagy nem teljes egészében használták fel, ebből keletkezett egy olyan keret, amiből tudta támogatni az uniós forrásból a magyar kormány ezt a pályázatunkat, és nagyon sok osztályt érintett, illetve hát a központi műtő felújítását is, egy részbeni felújítását sikerült beletenni a pályázatba. Hogyha lehetne egy picit bővebben, akkor milyen elemeket tartalmazott ez a felújítás? Hát nagyon nagy mértékű volt, és nagyon nagy hiánya volt, ha úgy tetszik, ennek már a műszerbeszerzésnek a Kátai Gábor Kórházban, ugyanis a korábbi években több milliárd forintból nagyon sok infrastruktúra újulhatott meg, részben az önkormányzat, mint korábbi fenntartó segítségével, címzett támogatásból, részben pedig uniós forrásból, így 2012-ben is befejeződött egy tiopos beruházás. Ezek mind infrastruktúra, illetve részben volt olyan, ami gépműszer, tehát a CT-beszerzés például 12. decemberében valósulhatott meg, ezzel is szolgálva a területi ellátási kötelezettségbe tartozó települések lakosságának egészségi ellátását, egészségügyi ellátását. És most gyakorlatilag azért volt szükséges, mert nagyon elavultak már több kéziműszer, több ápolási eszköz, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pályázat minden igényfelmérést tartalmazott, 13-as igényfelmérést, ami a minimum feltételeknek van egy erre vonatkozóan egy jogszabály, hogy meg kell, hogy feleljünk, és ezeknek az elavult eszközöknek a cseréjét tartalmazta, ágygyaktól kezdve, tehát ápolási eszközöktől kezdve, videóendoszkópos toronyig, koagulálóvágó készülék, erről majd egy pár szót mondok, amit a műtőben használnak, és a műtőpadozat felújítás, és még takarítógépek is voltak a pályázatban. És ezt sikerült egy blokkban megvalósítani. Ez az előbbi készülék olyan furán hangzik, a vágót azt mindenki érti, de hogy koagulál is a készülék. Ez egy olyan készülék, amelyet a műtőben használnak, és lágyrészek műtéti kezelésére szolgál, és nem szükséges hozzá varróanyag, illetve minimális varróanyag felhasználással működik, és nagyon kevés vérzéssel, és sokkal hamarabb gyógyulnak a betegek a műtét után. Tehát nem csak a dolgozók munkáját segíti, hanem a betegek könnyebb gyógyulását is. Így van, minden eszköz.
Mit lehet most elmondani a kórházról, milyen fejlettségi szinten működik? Információink szerint nem sok ilyen felszerelt kórház van, nem csak hogy a környéken, ugye ennek a pályázatnak a következtében, hanem még az országban sem. Igen, büszkén mondhatom, hogy városi kórházhoz képest magasan fölötte vagyunk, vagy úgy tetszik az első 10-ben is vagyunk a felszereltségben jelen pillanatban. Vannak még azért fejlesztési elképzelések, de hát néhány megyei kórház, sőt, ha úgy tetszik, fővárosi kórház sincs ilyen szinten, akár infrastruktúrában, akár műszerfejlesztésben. Tehát itt már azért úgy tudom, a kollégám a múlt héten bemutatta a műtő felújítás kapcsán. Itt nem csak padozatfelújítás volt a sebészeti traumatológia és a szeptikus műtőben, hanem ott minden műtőbe új műtőlámpák, műtőasztalok kerültek, zsilipruha adagolók kerültek. Tehát ezek úgy gondolom, hogy maximálisan szolgálják és high-tech technológiának felelnek meg. Ha összegszerűsítenénk, akkor milyen összegről beszélhetünk ez? E kapcsán, a felújítás kapcsán? Maga a pályázat az csak nem 700 millió forint értékű volt. Természetesen ennek vannak tervezési részei, van felújítási rész is. A gépműszer ebből 588 millió forint volt, bruttóban beszélek. Mit szóltak a kollégák, a dolgozók a felújításokhoz? Hát a felújításnak is nagyon örültek, időszerű volt már ez is. Magának a műszereknek nagyon örültek, hiszen ahogy mondtam is, nem csak egy területre koncentrálódott ez a beruházás, hanem a kórház csak nem minden fekvőbeteg osztályát, sőt járószakrendelőjét is érintette. Így a bőr- és nemi beteggondozóban is egy olyan eszköz került beszerzésre, amivel sokkal hamarabb feltárhatók a esetleges problémák a betegeknél, és ez segíti nem csak az orvos, hanem munkáját, hanem természetesen a beteg mielőbbi kezelését is. Ugye több felújításon is jelen voltunk és a televízióval. Tavaly novemberben adták át például a felújított pszichiátriai épületet. Hogyan látja az elmúlt időszakból, mely felújításokat, beruházásokat emelnék ki, amely a kórházzal van összefüggésben, melyik volt a legfontosabb, a legidőszerűbb? Nagyon fontos volt a pszichiátriai épület felújítása, hiszen ez korábban már az önkormányzat elképzelései között is szerepelt. A legelső címzett támogatásban komplex felújítást tervezett az önkormányzat. Ez aztán részekre lett bontva, és ez az épület részben azért, mert különálló épület is, és ugye a fő épület volt az elsődleges, hiszen ott nagyon sok szakma dolgozik, mind a járószakrendelő, mind a fekvőbeteg ellátásban, és ez mindig úgy hátra maradt, illetve nem volt rá pályázati lehetőség. Most nagyon örültünk, hogy ez megvalósulhatott. Ez 2011-ben beadott pályázat volt. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy a rehabilitációs része, tehát egy épület rész valósulhatott meg ennek a pályázatnak a keretében, és ott maradt az aktív pszichiátriai ellátásnak a másik épület része, ami kívülről is látható, belülről pedig nem kevésbé, hogy felújításra szorul. Az átadó ünnepségen ugye beszédet mondott dr. Fazekas Sándor fölművelésügyi miniszter úr is, illetve elhangzott még egy felajánlás is ennek az ünnepségnek a záró akkordjaként. Miről szólt ez egészen pontosan? A felajánlást az egészségügyi gépműszer, illetve hát úgy mondom inkább, hogy az eszközök szállítója, hiszen ahogy említettem, takarítógép is volt ezek között, az eszközök között. A szállító tette a felajánlást, ezt a záró ünnepség előtt jelezte számomra, hogy fel kívánnak ajánlani a Kátai Gábor Kórház részére 30 darab, hát 21. századi betegágyat, ugyanis ezek távirányítóval működő, tehát fölleemelhető betegágyak lesznek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel. Mi az elképzelés, ezeket hol fogják majd elhelyezni?
hogy melyik osztályon így fogjuk van. Elhelyezni. Erre még nem született döntés, erre a vezetői testületet szoktam megkérni. Mindenki elmondja, hogy melyik, főleg az ápolási igazgatónak a reszortja, hogy melyik osztályon milyen állapotú ágyak vannak. Azért azt el kell mondanom, hogy az elmúlt években több ilyen ágyfelajánlást kaptunk, sőt, társultunk is egy idősek otthonával, Svájcban szüntettek meg, úgymond egy idősek otthonában eszközöket, eszközök cseréje volt, és itt csak a szállítási költséget kellett kifizetnünk felesben, és onnan is kaptunk 9 darab ilyen ágyat. Van-e még futópályázatok, ha nincs, akkor milyen elképzeléseik vannak, van-e pályázati lehetősége a közeljövőben, illetve mire szeretnének majd pályázni? Ez 4 kérdés volt. De nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt az első kérdés, mert hogy minden pályázat futó, aminek ugye fenntartási időszaka van. És ezért gyakorlatilag ezek a pályázatok, amik az elmúlt 5 évben fejeződtek be, ilyen tekintetben futó pályázatok. Ez a TIOP-os, TIOP 226-os pályázatunk sincs még lezárva, de tervezzük és mindenképpen nézzük, figyeljük, hogy mire van lehetőség. Most úgy tűnik, hogy lesz lehetőségünk egy az épület részt, amit az előbb említettem, befejező pályázat benyújtására is, így van, az aktív pszichiátriai épület részre szeretnénk pályázni. Ez az elsődleges, hiszen infrastruktúrális szempontból csak ez az egy épületrész, ami most így el van maradva. Van egy úgynevezett kettes épületrész, nagyon sokan ismerik, úgy gondolom, főleg karcagiak, ez a volt fertőző épületrész. Ide vannak terveink, voltak terveink, majd a államtitkárság elképzeléseit is szeretnénk itt végrehajtani. Tehát akkor lesznek majd még felújítások, vannak erre vonatkozóan elképzelések a közeljövőben? Mindenképpen. Van olyan terület is, ami nem feltétlenül állami tulajdon, és nem is érint minket, már mint tulajdonosi jogkör, vagy vagyongazdálkodói jogkör szempontjából, de a betegellátás szempontjából érint minket. Mindenki tudja, hogy a mentőhelikopter leszálló hely, az most gyakorlatilag azért szárhat le a repülő, mert közterületen van, hiszen az önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszra száll le. Fejlesztési terveinkben szerepel egy kimondottan mentőhelikopter leszálló hely kialakítása. Beszéltünk ugye az előbb arról, hogy ágyadományt fognak kapni, illetve hogy Svájcból is érkeztek ilyen adományok. Közelmúltban a közösség oldalon lehetett először azzal találkozni, hogy például a gyermekosztály adományt kapott. Mi volt ez egészen pontosan, illetve erre vonatkozóan az lenne még a kérdésem, hogy fogadhatnak-e adományokat? Tehát én az intézmény, állami fenntartású intézmény ugyan, de ez nem befolyásolja, hogy adományt fogadhat-e el. Természetesen attól függő az adomány elfogadás, hogy mi maga az adomány tárgya. Nem minden adományt fogadhatunk el, élelmiszereket nem szoktunk feltétlenül elfogadni, ezeknek a lejárata miatt sem lehet, illetve hát a bevizsgálás szükséges az adott élelmiszernek. Egyébként ez a legutóbbi adomány szintén a gyerekosztályra érkezett, egy London környékéről gyűjtöttek játékokat, mesekönyveket, és ezeket kapta meg az osztály, illetve hát azt azért szeretném kiemelni, hogy egy nagyobb adomány is volt már a év végén, amikor a kormányhivatal gyűjtött, és ők mindig kiválasztják, hogy melyik kórház, melyik osztályának gyűjtenek, és annak is volt egy nagyon szép átadó ünnepség, és azt is nagyon szépen köszönjük. Lehetett még valamit látni ezen a közösségi oldalon, az egyik rádió adó indított egy versenyt, és ebben nyert a Kátai Gábor Kórház gyermekosztálya. Mi volt ez, mit lehet erről tudni? Egy pillanatra még az előző kérdéshez szeretnék kapcsolódni. A karácsonyi ünnepünk alkalmával is volt egy adomány, amikor 10 darab kerekesszéket kapott például a kórház közvetve, mert a Kátai Gábor Alapítványnak ajánlották fel,
és ugye ehhez kapcsolódóan a Kátai Gábor Alapítványról néhány szót. Az alapítvány 25 éves lesz az idei évben, és április 16-án lesz az az alapítványi bál, ahol megint csak minden támogatást elfogadunk, legyen az eszköz vagy anyagi támogatás is, hiszen az alapítvány elsődleges célja a kórház, és ezen belül ugye minden osztály támogatása. Visszatérve a konkrét kérdésre, a Petőfi Rádió indított egy ilyen műsort, engem megkerestek a kollégák, konkrétan két csoport, két munkahelyi csoport, az egyik a gyermekosztály volt, a másik pedig a gyógytornász csoport, hogy ők beküldtek egy bizonyos SMS-t, ilyen úgy gondolják, hogy elég kreatívat, mert ez ha felkeltette az érdeklődését a rádiónak, akkor a rádió kijött a helyszínre, és megnézte, hogy tényleg a munkahelyen a Petőfi Rádió szól-e, és a kollégáknak mi a véleménye magáról a rádióról. Ez a látogatás mind a két osztályon megtörtént a múlt héten, és aztán egy szavazás döntötte el, hogy ebben a tavaszi hajtás műsorban melyik kollektíva, melyik munkahelyi kollektíva nyeri azt a úgy tudom háromnapos hévízi kikapcsolódós rekreációs hétvégét. 8 főre vonatkozik ez, akire a legtöbben szavaznak. És hát nagy örömünkre szolgált, mikor kiderült most a ünnep után, hogy ezt a Kátai Gábor Kórház gyermekosztálya nyerte. Nagyon sok munkahelyi kollektíva pályázott, illetve küldött be ilyen SMS-t. Akkor jó pihenést a kollégáknak, még egy nagyszerű dologról számolhat be nekünk. A kórházban ugye működik egy énekkar, a Kátai Medisang, ők is utaznak valahová, velük is történt valami. Igen, hát ez egy nagyon nagy élmény volt és lesz is szerintem. A kórus ugye minden hát kórház által előkészített rendezvényen aktívan részt vesz, aktívan részt vállal, csak úgy, mint a karácsonyi ünnepségeken vagy egy-egy záró rendezvényen, de ugyanígy az alapítványi bálon is. És ők, hát ha úgy tetszik, maguk kedvére, de természetesen mindig az adott rendezvényhez kapcsolódóan állítják össze a műsorukat. Évente megrendezésre kerül az egészségügyi dolgozók között, és hangsúlyozom, egészségügyi dolgozók között, a muzsikusok vagy találkozója, és ebben minden évben meghívást kap a Madison kórus. A tavalyi évben Szentendrén volt egy ilyen rendezvény, hát ez azért elég hosszú, mert nemzetközi, tehát délután elkezdődött 1 órakor, és 3-4-8-kor került este sor a mi kórusunk műsorára, ahol, hát én, ha tehetem, akkor mindenütt ott vagyok, és szurkolok nekik, mert minden fellépés azért izgalommal jár a kórus tagjai számára. Egy nagyon szép műsort adtak, és ennek alapján most az idei évben, januárban felkérést kaptak arra, hogy május 12-én este 7 órakor New Yorkban a Magyar Nagykövetségen lépjenek fel, több más egészségügyi muzsikussal együtt, úgyhogy erre készülnek most nagy elánnal. A kórusból 14-en vállalták, hogy részt vesznek ezen a rendezvényen, úgyhogy úgy hiszem, hogy szép műsort fognak adni. Mi a terv, mikor utaznak, mennyi időt töltenek kint? Május 11-én utaznak, és 16-án van az érkezés. Kísérőik is lesznek. Ezzel kapcsolatban megint csak úgy gondolom, hogy aki támogatni akarja ezt a utazást, az a fellépőket, természetesen kizárólag a fellépőket, de támogathatja az alapítványon keresztül. Főigazgató asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. További jó munkát kívánunk, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszönöm.
Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a kormányablogon. Dr. Fazekas Sándor főnök miniszter úrral néztük meg a ügyfolyó munkát, ami már hónapok óta zajlik, és megnézte, hogy hogyan is zajlik az ügyfélváróban a sorszámhúzás. Milyen sorszámot húzott? 2800-at, de ez természetesen nem egy egymás utániságot jelent, hanem azt, hogy itt az új kormányablakban mintegy 600 ügyet lehet elintézni egy helyen, és 8 munkaállomáson 8 állami alkalmazott várja az ide érkezőket ügytípusok szerint természetesen. Én örülök annak, hogy ez a fejlesztés a karcegi városházán megvalósult, hiszen ez mintegy 70 millió forintos beruházás, és a 21. század legkorszerűbb technikai színvonalán tudjuk intézni az ügyeinket. Hogyha ide valaki bejön, akkor nem kell végigjárni, aki tudja hány hivatalt, hanem egy helyen ezt a 600 ügyet végig lehet vinni. Az a terv, hogy mintegy 1000-re emeli a kormány a helyben egy intézhető ügyek számát rövid időn belül, sőt szeretnénk minél több ügyet helyben, kormányablakon keresztül elintézhetővé tenni. Itt láttuk azért, hogy folyamatos a munka, tehát azért nem kell annyit várni, mint régebben, és egy ablaknál sok mindent el lehet intézni, tehát nem kell annyi szólni az ügyfélnek sem. Decemberben volt az átadás, és most már teljes erővel dolgozik a kormányablak és annak személyzete, és én úgy látom, hogy beváltotta azokat a reményeket, hogy ne legyen tumultus, hanem gyorsan, rugalmasan lehessen itt a különböző ügyeket intézni. Látszik azt, hogy most sincsenek túl sokan, pedig pénteken 11 óra után vagyunk pár perccel, ilyenkor azért szokott mozgás lenni. Én biztos vagyok abban, hogy az elektronikus közigazgatás és a helybeni ügyintézés egymást kiegészítve segíti a mindennapjainkat a vállalkozóknak, magánembereknek egyaránt. És hát itt hallottuk korábban, amikor átadták, hogy lehet úgy is intézni ügyeket, hogy információt kérni, viszont itt leadni olyan dokumentumokat, amelyeket a hivatal továbbít, tehát nem kell beutazni esetleg Szolnokra. Igen, a kormánynak az a legfontosabb célkitűzései közé tartozik a közigazgatásban, hogy az ügyek utánjárkálás az lehetőleg minimális legyen, hogy ne kelljen utazni papírkötegekkel, táskapapírokkal vándorolni, hanem lehetőleg minden elektronikusan történjen, illetve helybe egy adott ponton, ha beadjuk, akkor az ország más pontjain, mint ügyintézési lépés is elfogadott legyen. Reméljük, hogy akkor sokan megszokják, hogy ide kell jönni, és akkor gyorsan intézik az ügyeket. Ön most ugyan nem fog ügyet intézni, de már itt az előbb láttam, hogy a sorszám alapján már hívnák az ügyintézőhöz. Hát ez csak egy próba volt nyilvánvaló, most nincsen intézendő dolgom, de biztos, hogy lesz. Szerintem mindenkinek lesz előbb-utóbb. Úgyhogy bízom benne, hogy mások is megtapasztalják azt, hogy itt szolgálatkészen, rugalmasan a járási hivatal dolgozói az emberekért dolgozva teszik azokat a teendőket, amelyek miatt itt a helyük a magyar közigazgatásban, amely valamennyiünk számára szolgáltat. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszöntöm Önöket, Karcogi Nagy Zoltánnal beszélgetünk, hiszen nóta énekesként újabb karriert érhetett el, egy újabb felvétel készült Önnel. A Dankó Rádióba hívták meg. Azt gondolom, hogy ez már egy elismerés, hogy valakit felkérnek, biztos nem volt egyszerű az idáig vezető út. Hogyan is érkezett meg ez a felkérés? Köszönöm szépen az érdeklődést, nagyon megtisztel. A rádió felvételek sokáig legalábbis részemről szüneteltek, nem is tudtam, hogy igazából milyen okokból, mindig anyagi okokra hivatkoztak, mert ugye a 80-as években több felvétel is készült velem, amit azóta is játszanak szerencsére, és akkor egy nagy szünet, egy nagy űr támadt ebbe a dologba a rendszerváltás után, és hát azt hittem, hogy már nem is lesz. Na, ekkor született meg, illetve alakult meg a Dankó Rádió, és ez már tulajdonképpen a második felkérés rádiófelvételre, hiszen tavaly előtt a Madarász Kati köszöntésére hívtak bennünket, Farkas Rozikát és jó magamat, Szalai Antal és cigányzenekarok kísérletében egy fantasztikus, szép felvétel, a Tália Színház mikrószínpada, vagy nem is tudom pontosan a megnevezését, tehát egy ilyen kis színpad része van neki, kb. Ilyen 100-120 fős terem, és ott adtuk elő közönség előtt a dalokat. Ez a mostani pedig a Rádió 22-es stúdiójában készült, és egy fiatal, szenzációs, prímás Tordai Zoltán kíséretével. Azt gondolom, hogy azért
sok-sok éve van a pályán, de ilyenkor az embernek a szíve mindig jobban megdobban, amikor rádiófelvételre megy. Mit érzett, amikor megkapta ezt a felkérést? Hogy rögtön kavarodtak a gondolatok, hogy jaj, most mit fogok énekelni? Vagy ők kértek öntől dalokat, hogy ezt énekelje, vagy ön választhatta, hogy mit szeretne? Is. Úgyhogy rögtön kavarodtak a gondolatok, úgy, ahogy tetszett említeni, ugyanis 5 dal olyan volt, ami ismeretlen dal. A szerzőket ismertem, sőt, énekeltem is már nótáikat, és a másik 5 dalt pedig én magam választhattam ki. Pontosabban az csak 4 lett, mert a Füredi Anna Bálot még oda bügyeztették, és akkor azt is fölvettük cigányzenekari kísérettel, aminek örültem, hiszen nekem az Örökzöld Slágerek CD-mem rajta van, ez a Füredi Anna Bálon szól a zene szó című Örökzöld Sláger, viszont az egy modern zenei feldolgozással van, nem cigányzenekarral, műsorokban is szoktam énekelni, itt viszont az ismerős nóták közül ez volt az egyik, úgyhogy az ismeretlen és számomra új dalokat pedig segítséggel kellett megtanulnom, hiszen ezt nagyon pontosan kellett, úgyhogy a Prímással is egyeztettünk, Koppány Marika tanárnő segített, Barkóczi Zoltán kedves kollégám segített a felkészülésben, illetve hát a Prímással, Tordai Zoltán kedves Prímás barátommal. Ismerjük egymást, mert Hajdúszoboszlón 20 éven keresztül nagyon sokszor kísért engem, illetve hát csak az utolsó 5-10 évben, mert ő fiatalabb. És telefonon egyeztettük a dallamot, hogy biztos, hogy pontos legyen, meg a ritmusokat, meg a különböző átkötéseket, tehát a szakmai dolgokat telefonon meg tudtuk oldani. Azért mindenki látta már önt fellépni, amikor egy színpadon lép föl élő közönség előtt, az teljesen más, mint egy zárt stúdióban. Ilyenkor az ember hogy kap visszajelzést? Jó, hát szól a technikus, hogy vegyük újra, mert valami elment, de ilyenkor azért mire figyel legjobban? Nem a technikus szól, hanem a zenei rendező. A zenei rendező szól, és az a titka ennek az egész felvétel dolognak, stúdió munkának, hogy minimum 2-szer minden dalt fölveszünk. Ugyanis hát bármi apró kis zörej behallatszik a cimbalomnak, a pedálja megrecsen, vagy nem tudom én, bármi történik. A múltkor az egyik felvételen jót nevettünk, mert a Prímásnak a manzsettája, vagy nem, a cimbalmosnak a manzsettája ért hozzá a cimbalom húrokhoz, és aztán azért kellett újra venni. Szóval a zenei rendező ez egy nagyon-nagyon magasan képzett zenei szakember, aki minden kis hibát ki tud szűrni, és nagyon nagy segítségére van a zenekarnak is, és az énekesnek is. Mi volt ezek közül, amit ön vitt, nóta a kedvenc, amit mindig elénekel? Gondolom, hogy azért ezek közül válogatott. Igen, a Rákóczi szabadságharchoz fűződő tartalommal a Dankó Pista szerzeménye, a Gyönge Violának letörött az ága. Ez nekem azért kedves ez a dal, mert a 100 tagú cigányzenekarral annak idején televíziós felvételen énekelhettem, illetve CD kazetta is készült ezekből a felvételekből, csak hogy néhány nevet említsek az ott fellépőkből, Kálai Bori, Melis György és nagyon híres nóta énekesek között szerepelhettem, és gondoltam, hogy akkor a rádióban is jó lenne, ha ez meglenne, úgyhogy Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magában, elfogyott szegénynek minden katonája, mondja a szép régi dal. Ez az egyik kedvencem, hát a Füredi Anna Bál is természetesen azt nagyon-nagyon sokan szeretik, én is megkedveltem, eleinte nem nagyon fogadtam be ezt a dalt magamba, de rájöttem, hogy annyira mindenki kedvence, hogy tényleg van abban valami nagyon érdekes tartalom is, ugye egy lesz egy legény, kinek nevét titkolni fogod, és ahol majd senki nem lát, meg is siratod, mondja a régi szép dal. A titkok azok mindig fontosak mindenki számára, hogy megőrizze, vagy éppen azért, hogy átadhassa másoknak is, ne legyen tovább titok. Önnek lesz ebből valami CD-je, kazettája, tehát dolgozik-e most máson, hiszen még úgy tudom, hogy a jövő héttől kezdik játszani ezeket a dalokat a rádióban. Igen, a közönség március 15-e után hallhatja az új felvételeket, legalábbis az enyémet, mert a régebb, amiket fölvettek már másokkal, egyik-másik már hallható.
Nem tervezek ebből, meg nem is lehet, tehát ez a rádiónak a tulajdona, ez a felvétel. Természetesen házi használatra én kaptam belőle, meg is hallgattam, és meg vagyok vele elégedve, tehát szépen jól sikerült, minden rendben van vele. Nem tervezek kiadni, most adtam ki egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt egy CD-t, a Magyar Nóta Kincs című CD-met. Ehhez egyébként azt el kell mondanom, hogy nagyon nagy megtiszteltetésért, hiszen a Dankó Rádióban valamennyi dalt beválogatták erről a CD-ről. Hát akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, mintha újból kiadott volna egy CD-t, hiszen hogyha az embernek a rádióban játsszák a dalait, az sokkal jobban eljut a közönséghez. Vagy pedig azt is jelentheti, hogy egy új rádió felvétel, mert azt a közönség nem tudja, hogy ez most a CD-ről szól, vagy pedig ott abban a rádió stúdióban vettük fel. Egyébként egy budapesti, nagyon színvonalas stúdióban vettük fel a CD-t is, és ezen a CD-n is egy kiváló zenekar, ifjú Déki Lakatos Sándor, és nagyon-nagyon kiváló zenekara, jobbnál jobb zenészek szerepelnek. Akkor megint hallottunk egy kis titkot, de én azt gondolom, hogy a Magyar Nóta mellett önhöz azért az operettek is nagyon közel állnak, a slágerek, tehát azért hallottunk már ilyen dalokat is öntől. Esetlegesen ebben gondolkodik valami következő, nem most ebben az évben, hiszen most megvolt a rádiófelvétel, de valami ilyenben. Hát azért azt elárulom azt a kis titkot, ha már titkoknál tartunk, hogy egy CD kiadása azért az nem egy olcsó mulatság, stúdió, zenekar, szerzői jogdíjak, stb. Tehát azért ezt így zárójelben meg szeretném jegyezni. Nem tervezem most jelenleg. Örülök ennek a két új lehetőségnek a Dankó Rádiónál, és hát a műsorokban természetesen operettet, örökzött slágereket is rendszeresen műsoromra tűzök. Akkor utolsó titokként áruljuk el, hogy merre lesz hallható mostanában is. Gondolom, hogy azért már a nyári turné is összeáll, merre lehet majd önt hallani. Nagyobb koncerteket emeljünk ki esetleg. Hát talán az egyik leghíresebb rendezvény az Abátszalóki Böllér Fesztiválon, ott a Jóebédhez szól a nóta című produkcióra engem kértek föl, de Tiszaörvényben nőnapi rendezvény, akkor pontosan a nőnapi alkalommal a helyi szociális otthonban is föl fogok lépni, fölkért a vezetője a Zöldfa útiba, tehát kint a kórháznál, és aznap délután még megyünk tovább Újlétár, ahol szintén nőnapi köszöntés lesz. A Böllér Fesztivált azt mondtam az előbb, és hát természetesen, amerre hívnak bennünket országszerte, nyári rendezvényekre is már most körvonalazódik az elképzelés, úgyhogy ahelyett, hogy anélkül, hogy most konkrétumot említenék, egészen augusztus-szeptemberi dátumok is szerepelnek már a naptáromban. Akkor én azt kívánom, hogy sok-sok fellépése legyen még, és akkor hamarosan beszélhessünk arról, hogy újabb felvételre hívták a Dankó Rádióba. Reméljük, hogy valamelyik televízióba, ugyanis az is előfordul, Muzsika TV és Sláger TV, onnan is várható a felkérés természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük szépen. Köszöntöm Önöket, Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgetünk, hiszen húsvét közelettével mindig van húsvéti akció is. Ennek a mostani akciónak mi a célja? A Karcagi Rendőrkapitányság Városi Baleset Megelőzési Bizottsága március 25 és március 28-a között húsvéti akció néven meghirdetett propaganda akciót folytat. Ennek kapcsán fokozott figyelmet szentelünk az ittas gépjárművezetők kiszűrésére, a passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzésére. Itt az előbb láttuk, hogy voltak igazoltatások, mindenkivel megfojatták a szondát, és szerencsére mindegyik negatív lett. Ilyenkor mit kaptak az autóvezetők? Az akció a mai napon kezdődött. Azon gépjárművezetők, akik negatív szondát fújtak, egy csoki nyulat kaptak. Reméljük, hogy a mai napon, illetve egészen az ünnepek végezték, csak negatív szondákkal fogunk találkozni. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy a húsvét ünnepek alatt is folyamatosan kint lesznek a rendőrök? Természetes, hogy az összes településen, nem csak Karcagon folyamatosan kint lesznek a kollégáim, és nem csak az ittas gépjárművezetők, hanem a passzív biztonsági eszközök a biztonsági vagy gyermekülés használatára is fokozott figyelmet fognak fordítani. Akkor reméljük, hogy a húsvét balesetmentesen fog átállni. Mi is nagyon reméljük, és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, hiszen mindenkit hazavárnak. Köszönjük szépen!
Mi is köszönjük. A Városi Balesetmegelőzési Bizottság nevében egy csoki nyúlva szeretnék húsvétkor kedveskedni. Negatív a szonda és balesetmentes közlekedés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Kovács Szilvia polgármester asszonnyal beszélgettünk itt pont a Nobel-díjasnak a tablója előtt, Avram Helyeskó tablója előtt. Azt gondolom, hogy mindig örömmel jövünk erre a versenyre, hiszen egyrészt emlékezünk a Nobel-díjasunkra, és arra, amit ő letett az asztalra az elmúlt évtizedek alatt. Így van, nagyon fontos, hogy ez a verseny minden évben megrendeződik, úgy érte megrendezik ezt a versenyt, hiszen ez nem magától születik, hanem bizony komoly és áldozatos munka van mögötte, és én nagyon hálás vagyok az iskolának, hogy ennyire szívén lelkén viseli ennek a sorsát, ennek a versenynek a sorsát, hiszen minden évben nagyon szép eredmények és nagyon szép sikerek születnek. Én úgy gondolom, hogy ez a fiatalok számára nagyon fontos, hiszen aktívan tartja őket az érdeklődési körüket, bővíti, szélesíti. És én úgy gondolom, hogy olyan tapasztalatra, tudásra tesznek szert ezáltal a verseny által is, amit majd a később életük során hatékonyan, jó eredménnyel tudnak majd használni. És én úgy gondolom, hogy nincs nagyobb büszkesége, illetve nem lehet nagyobb büszkesége egy embernek annál, mint sem, hogy egy versenyt róla neveznek el, és már 11. éves sikeresen lefolytatják. Én azért most is elmondom, hogy nagyon örülnék, hogyha egyszer végre már meg tudnánk azt szervezni, hogy ő személyesen itt lehetne, és tényleg megtapasztalná, megérezné, milyen ennek a versenynek a szelleme, hangulata, és milyen szép eredmények születnek, és mennyire értékesek a mi fiataljaink. Hát reméljük, hogy az álmok egyszer valóra válnak, viszont azt gondolom, hogy a pedagógusoknak is nagyon sok munkája van ebben, hiszen azért a kémia, fizika nem a legkedveltebb tárgya a diákoknak, tehát meg kell velük szeretetni, aztán rá kell őket venni arra, hogy picit többet is mellé tegyenek a tananyagnak, tehát ez több hónapos előkészületet igényel a diáktól is, és a tanártól is egyaránt. Így van, ezt én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy bizony-bizony ez nem a legkönnyebb területe az oktatásnak, és én úgy gondolom, hogy egy kulturális megmozdulásra, egy kulturális gyökerű versenyre, rendezvényre sokkal könnyebb megmozgatni a fiatalokat, mint egy ilyen komoly, úgymond hangvételű területre. Bizony ez a tanáraknak is nagyon nagy kihívás, de úgy gondolom, hogy őket is azért karban tartja, és frissen, és aktívan tartja, és biztos vagyok benne, hogy minden szaktanárnak nagy örömére és büszkeségére fognak itt a diákok ma szerepelni. Én akkor azt kívánom, hogy ön is szép kísérleteket nézze meg, és nagyon hasznos előadásokat, hiszen bele szoktunk hallgatni, és szinte egyetemi szintű előadásokat tartanak ezek a középiskolás diákok. Így van, nagyon komoly szinten vannak ezek a diákok, és én bízom abban, hogy az elkövetkezendő tanulmányaik során ezt még professzionálisabb szintre tudják emelni. Illetve, hogyha nem ezen a vonalon tanulnak tovább, akkor is mindenképpen hasznukra válik. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Gyökeres Sándor igazgatóra beszélgetünk, hiszen minden évben önök rendezik meg már 11. alkalommal ezt a versenyt. Miért tartották fontosnak, hogy emléket állítsanak így is a Nobel-díjasunknak? Köszöntöm a televízió nézőit. Rendkívül nagy hagyománya van ennek a versenynek, hiszen 11. alkalommal rendezi meg iskolánk a Avram Helyeskóról elnevezett természettudományi versenyt. Egy nagyon komoly szervező munkát igényel, és hát valamennyi pedagógusunk ilyenkor kiveszi a részét a munkából. Úgy gondolom, hogy a természettudományoknak a népszerűsítése egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen ha belegondolunk azért a gazdasági növekedést, bárki tudja, hogy az fontos, de ezt a természettudományok alapozzák meg. Tehát gyakorlatilag azok a vállalkozások, amelyek valamilyen kémiai, biológiai, fizikai alapokon nyugvó, alkalmazott tudományra épülnek. És fontosnak tartjuk, hogy ennek a népszerűsége emelkedjen az országban. Itt most az iskola nem indulhat, hiszen saját versenyén nem indulhat, viszont más természettudományi versenyeken azért az iskola diákjai mindig jelesen szerepelnek. Most úgy tudom, hogy megyebeli csapat nem jutott be a döntőbe. Megyei versenyen vettünk részt kémiából, ott egy 6. helyezést ért el a 9. osztályos tanulónk, de vannak földrajzversenyen is veszünk részt, és vannak egyéb versenyeink, környezetvédelmi versenyek, Kitaibel, Pál verseny, tehát veszünk részt versenyeken elég szép számban, és vannak is eredményeink.
Én akkor azt kívánom, hogy sok más versenyen is sikeresek legyenek, és hát a mai napon pedig nagyon szép előadásokat, hiszen ez minden évben nagyon vonza a szakmai zsűrit is, és az érdeklődőket is, hiszen szinte egyetemi szintű kísérleteket végeznek a diákok. Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Egyenni Szűcs Judit igazgatóhelyettes asszonnyal beszélgetünk a verseny egyik lelkével, aki az egészet előkészíti. De arról még nem beszéltünk sosem, hogy hogyan lehet eljutni erre a versenyre, hiszen ez egy országos döntő, de hogyan jutnak el ide a diákok? Jó napot kívánok! A mi versenyünk már 11. alkalommal kerül megrendezésre, és mind a 11 alkalommal ugyanúgy lehetett, és tényleg nem beszélgettünk még erről. A versenyfelhívást követően a csapatok kutató munkába kezdenek. Tehát nagyon fontos, hogy válasszanak egy témát, ami nekik szimpatikus. Ezt követően keressenek egy olyan területet, ahol önálló kutatást, mérést lehet végezni. Ezt végezzék el, dolgozzák fel az adatokat, és írjanak egy 5-10 oldalas dokumentumot, amiben mellékelnek fotókat, táblázatokat a méréseikről, kutatásaikról, és ezt el kell nekünk meghatározott ideig küldeni, és gyakorlatilag ezzel a pályaművel neveznek a csapatok. Ezeket a pályaműveket ezután szakértő zsűrihez juttatjuk el, zsűritagok pontozzák, és a legtöbb pontot elért dolgozatok készítőjét behívjuk az országos döntőre, és ugye szokásunkhoz híven két korcsoportban versenyeznek a gyerekek, hogy a kicsiknek is, hát kicsik 9-10. Évfolyamos tanulóknak is ugyanolyan esélyeik legyenek a kutató munkában, hiszen ugye ők még kevesebb elméleti ismerettel rendelkeznek, tehát 9-10. És 11-12. Korcsoport lehet nevezni. És hát itt azért itt sem egyszerű a helyzet, hiszen van elmélet, van gyakorlat, és sok-sok minden, tehát beszéljük végig, hogy mi az a három feladattípus, amit itt meg kell csinálniuk a mai nap során. Igen, a mai napra már csak három feladat maradt, ami kitölti az egész napot, hiszen nagyon tartalmas és odafigyelést, időt igénylő tevékenységek ezek. Van, aki laborral kezd, ez egy óra. A zsűri tagok, illetve a szervezők által összeállított feladatsort kell megcsinálni, véghez vinni a csapatoknak. Általában ebben a labor gyakorlatban titrálnak a csapatok, a titrálásnak a különböző formáit, ők már ugye megismerték a tanulmányaik során, és ezt használják, ezt alkalmazzák. A labor után előadásra kerül a sor. Az előadás során gyakorlatilag megvédik azt a pályaművet, amit beküldtek. Tehát készítenek egy prezentációt, és a csapattagok felváltva ismertetik a kutatásukat, az abból levont következtetéseket, miután meghatározott idő áll rendelkezésükre. Tehát ez idő alatt elmondják, amit szeretnének, majd a zsűri tagok kérdéseket tesznek fel a csapattagokhoz, és nyilván ebből derül ki, hogy ez a munka mennyire volt önálló, mennyire mélyültek el a témában, és ezt értékeli az ottani zsűri. Az délután utolsó részében, tehát délután kerül sor az elméleti ismeretekre, ahol gyakorlatilag tesztet töltenek ki a csapatok, 40 kérdést teszünk föl számukra, amiben fizika, kémia, biológia és a magyar Nobel-díjasokra vonatkozó vagy azokra irányuló kérdések vannak, és remélhetőleg helyesen megválaszolják, és így a végeredmény 4 összetevőből áll össze, a beadott pályamunkára kapott pontszám, a labor, az elmélet, illetve az előadásra kapott pontszámok összege határozza meg a végeredményt. Igazgatóra beszélgettünk arról, hogy az iskola csapata nem indulhat, de elmondta, hogy azért más versenyeken nagyon eredményesek. Gondolom azért, akik más kémia, meg fizika és természettudományi versenyeken mennek, azért utána a verseny után egy picit velük is átbeszélik ezeket a feladatokat, hiszen esetleg más versenyen kaphatnak hasonlót. Természetesen így van. Tanítványaink is ismerik már ezeket a praktikákat, amik elé mi is állítjuk a versenyzőket. Tényleg nagyon szép eredményeink vannak. Irényi kémia verseny, indulnak fizika versenyeken. Nem beszélve a környezetvédelmi ágazatban tanulókról, hiszen az ő esetükben nagyon sok a gyakorlat. Tehát már 9-ben megismerkednek az alapvető laboratóriumi tevékenységekkel, titrálnak, környezetvédelmi vizsgálatokat végeznek, és az OSTV-n már ugye, amikor technikus képzésben vesznek részt, mindezt a felhalmozott ismeretet már kamatoztatják is, és ott is nagyon szép eredményt érnek el, most is országos döntőseink vannak.
Hát akkor azt hiszem, hogy az iskola más versenyeken remekel, itt viszont jó versenyzést és szép előadásokat és sikeres versenyzést kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, reméljük így lesz. Köszöntöm Önöket, hamarosan kezdődik a Déliné Kulturális Központban a Passió Játék a Szent Pál Marista általános iskolások előadásában. Korábban az iskolában tartották ezt, gondolom, hogy a nagy érdeklődés miatt hozták el idén a Délinébe. Igen, 5. éve adjuk elő a Passió Játékot, így a nagy hét kezdetén, és eleinte a mi iskolán közösségi termébe hívtuk a kedves vendégeket, de olyan nagy az érdeklődés most már, hogy a Dérinében fogjuk ebben az évben előadni. Itt azért minden évben nagyon profi módon szerepelnek a gyerekek, biztos, hogy nagyon sokat készülnek erre, kik segítenek ebben. Igen, hát tulajdonképpen amint fölmegyünk iskolába, a gyerekek szeptemberben már jelzik, hogy ők szeretnének a Passió Játékban szerepelni. Természetesen mindenki nem vehet benne részt, hiszen egy ilyen 27-28 fő a szereplőgárda. Új szereplőket válogattunk ebben az évben is, mert hát a nyolcadikosok tavalyában laktak. Zömében 6., 7. és 8. gyerekek szerepelnek, és hát lehet mondani, hogy a műsor megtanulása előtt castingon vesznek részt a gyerekek, mert próbára mennek, olvasópróbára, és a valóságos próbák azok január közepétől kezdődnek már. De ez tényleg nagyon több hónapos komoly munka ez, de gondolom a gyerekek is nagyon élvezik. Igen, igen, nagyon, mint jeleztem, hát nagyon sokan jelentkeznek és szeretnének szerepelni. Változtattunk egy kicsit a tavalyi előadáson, a szereposztáson. A gyerekek nagy része tavaly is szerepel, de mindenki más szerepet kapott ebben az évben. És gondolom, hogy akkor már jövőre is már készülnek, hiszen most ezt hétfőn és kedden lehet megtekinteni, de utána már biztos az újabb ötletek jönnek. Egyébként a jelmezek azok saját készítésűek minden alkalommal? Igen, magát a szövegkönyvet Katalóniából kaptuk. Az ottani szövegkönyvíró kimondottan engedélyt adott nekünk arra, hogy ezt a színdarabot bemutathassuk. Ebben az évben is vannak új jelenetek benne, bár így is majdnem, hogy egy óra hosszás az előadás, de egy kicsit rövidítettünk rajta. És mennyiben másabb a magyar igényekhez, vagy a kiejtéshez, vagy jelenetekben miben változott a ottanihoz képest? Vannak olyan jelenetek, amiket kihagytunk, de nem változtattunk se szövegben, se a színpadi előadásmódban. Elég egyszerű a díszlet, mert ennek az előadásnak az is a lényege, hogy nem a díszleten van a hangsúly, hanem inkább a mondani valón. Jézus szenvedés történetét tulajdonképpen a nők szemével tekinti át, és a nők, a főszereplői, azok vonultatják végig ezt a történést. A jelmezeket is természetesen a mi iskolánk készítette, illetve a pedagógusok ügyes kezét dicséri. Akkor azt gondolom, hogy jövőre is sokan eljönnek, de ezen a két napon biztos, hogy nagyon sokan felnőtten gyerekek megnézik ezt az előadást, és azt gondolom, hogy így húsvét előtt egy picit mindenki elgondolkodik majd a látottakon. Igen, nagy már az érdeklődés. Pénteken Diósgyőrben adtuk elő egy katolikus általános iskolában. Most ma van két előadásunk, és holnap a saját gyerekeinknek, illetve Tiszafüredről érkezik egy iskola. Tulajdonképpen utasítottunk vissza előadásokat, mert nagyon nagy az érdeklődés. De akkor én azt kell, hogy legyen siker ennek a mai napnak is. Köszönjük szépen! Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Délinék Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik a szakivel, Pohányi Urbán Katalinnal, a Karcagi Szakképzési Centrum Varrói Sven Szakiskolája igazgatónőjével beszélgetünk. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a bált? 8. alkalommal kerül sor a szakibál megrendezésére, és idén 3. alkalommal rendezzük közösen az ipartestülettel.
És hát új helyszínen, hiszen korábban nem a Dérinében volt, más helyszínen. Gondolom, hogy ez is egy picit hozzájárul ahhoz, hogy még színvonalasabb legyen. Igen, úgy gondoljuk, hogy a színvonalat ebben tudjuk tovább emelni. Nagyon sok vendégünk van a korábbi évekhez hasonlóan. Egyre többen számítanak ma már erre a rendezvényre, és készülnek. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy megadjuk a módját, és emelünk egy kicsit a környezet színvonalán. Így kerültünk ide a Dérinében. Az alapítvány részéről majd megbeszéljük az alapítvány elnökével, hogy mi mindenre szeretnének gyűjteni, de mi az a legfontosabb, ami az iskolának most kellene? Hát, hosszú évek óta a tanműhely a központi téma mindegyik bál esetében. Idén is a tanműhely fejlesztésére szeretnénk egy kis forrást keríteni, úgyhogy reméljük, hogy a vállalkozók támogatnak bennünket ennek a célnak a megvalósulásában. Akkor ez majd ma évfél körül már kiderül, hogy ez mennyire volt sikeres a tombola és a sok-sok meglepetés program. Én azt kívánom, hogy sok-sok szakibán legyen még, és akkor teljesüljenek ezek a kívánalmak, amik szükségesek. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és én is azt kívánom magunknak, hogy minél több vállalkozó csatlakozzon az alapítvány támogatásához, akár a bálba való részvétellel, akár egyéb támogatással. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az iskola és a vállalkozó kapcsolata, és itt a báli részvételben is látszik, hogy nagyon sok a támogatónk, illetve nagyon-nagyon sok szép ajándéktárgy, amit majd évfélkor tombolaként ki fogunk sorsolni, mutatja, hogy nagy a támogatottságunk. Köszönjük szépen innen is a vállalkozóknak. Mi is köszönjük. Pesti Tiborccal, az alapítvány elnökével beszélgettünk. Úgy tudom, hogy több mint másfél évtizedes van ez az alapítvány. Igen, 2000-ben alakult, 17. évet kezdtük el. Na, úgy gondolom, központi támogatást még nem kaptunk, de az alapítvány működik, tudjuk segíteni az iskola programjainak megvalósítását. Szerények a kereteink, de ahhoz képest azért tettünk olyan lépéseket, hogy tehát a tanműhelynél szociális blokkot kialakításában vettünk részt, továbbá az iskolabusz megvásárlásában, a nyelvi labor kialakításában, és ezen kívül tehát támogatjuk a külföldi programokon való részvételt, a sportmozgalmat, a sportkört, az iskolai versenyeket és a különböző szakmai versenyeken való részvételt. Amit elsorolt az alapján, úgy gondolom, hogy ez több millió forintot jelentett már az elmúlt évek alatt. Igen, több millió forintot jelentett, tehát úgy pontosan nem vettem számba most, hogy mennyit költöttünk már az iskola javára, vagy segítettük, de jelenleg is van lekötött pénzünk, amivel szeretnénk tovább bővíteni a tanműhelyt, természetesen ez szükség lesz a központi támogatásra is, és hát a mostani bál bevételét is a tanműhely korszerűsítésére szeretnénk fordítani. Én azt gondolom, hogy már jól indul a nap, hiszen hallottuk igazgatónőtől, hogy nagyon nagy az érdeklődés, ez azt is jelzi, hogy akkor sokan szeretnének segíteni az iskolának. Igen, nagyon sokan, nagyon nagy az érdeklődés, csak az iskola részéről 99 főt tudtunk beszervezni, ez nagyon pozitív, egyébként a vendéglétszám 126 fő, aki a mai válon részt fog venni, és én úgy gondolom, hogy tovább erősödött az iskolának a társadalmi kapcsolata. Akkor én sikeres bált kívánok önöknek, és sok-sok bevételt az alapítványnak. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy így lesz. Kuruc István, a Karcagi Partestület elnöke, a beszélgető társam. A harmadik alkalommal csatlakoztak az iskola báljához. Miért tartották fontosnak, hogy együtt ünnepeljenek és bálozzanak a diákokért? Először is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Az az igazság, hogy 3 évvel ezelőtt, ugye, illetve azt megelőző időszakban külön-külön tartottuk meg ezt a bált, és sok volt az olyan bálozó, aki végeredményben mind a két részről valamilyen formába érintett, és akkor én benne vagyok a szaki alapítványban is, tehát az iskolának a szaki alapítványába, és egy beszélgetés alkalmával úgy döntöttünk, illetve még akkor csak felvetődött a dolog, hogy mi lenne az, hogyha együtt szerveznénk meg ezt a bált, és akkor ezt a gondolatot nagyon rövid idő belül tett követte, és akkor megbeszéltük, hogy próbáljuk meg, csináljuk meg együtt, ez már 3. éve, megpróbáltuk, csináljuk, és hát azóta sikeresen működik, és mi mellénk kell egy olyan lelkes csapat, amit azért ennek az iskolának a tanári kara biztosít.
és hát azt gondolom, hogy jól ismerik egymást, hiszen azok az iparosok, akik most itt vannak, azok közül nagyon sokan foglalkoztatnak ipari, tehát a Varróban végzett diákot is. Hát ez az egyik, a másik meg többször mondtam már, hogy végeredményben a régebbi ipari iskolai tanulókból ugye lettek iparosok, és most is úgy van, hogy várjuk azokat, akik most ugye iskolába járnak, és majd akár iparosok mellett, akár mint vállalkozók, majd foglak tevékenykedni, remélve ebbe a városba. Reméljük, hogy így lesz, akkor én sikeres közös bárt kívánok önöknek a mai napra. Köszönöm szépen, és én is kívánom mindenkinek azt, hogy érezze jól magát. Köszönöm szépen a lehetőséget. Németh Lászlóval, az IPOSZ elnökével beszélgettünk. Mennyire tartja fontosnak az ilyen bálokat, amelyet az IPOSZ és egy iskola közösen szervez az iskoláért? Én legfontosabbnak végül is az iskola és az ipartestület együttműködését tartom fontosnak, hiszen elkerülhetetlen az a duális képzés szempontjából, hogy a fiatal gyerekek oda kerüljenek az iparos műhelyekbe, mert ott komplex tudást kapnak. Nem nagy üzemekbe, ahol csak egy részfeladatot tudnak elsajátítani a szakmájukból. Így, ha ezt a komplex tudást át tudják venni, és szakmájuknak a mestereivé válnak, akkor ez a megélhetésükhöz, a későbbi egzisztenciájuk megteremtéséhez nagyban hozzájárul, és ma azt a világot éljük már, amikor hiány szakmákról beszélünk, tehát a gyerekek előtt nyitva áll a jövő, hogy a szakmájukból, amit mesterfokon üznek, tényleg megéljenek, vállalkozóvá válhassanak, és akkor nem csak a megélhetés, hanem az alkotás öröme is a munkájuk sikeréhez fog hozzájárulni. És hát a mai bál pedig ahhoz fog hozzájárulni, hogy a tanműhelyt tudják korszerűsíteni. Így van, a jövő generációjának a képzéséhez járul ez hozzá, hiszen az ipartestület épületének a rekonstrukciója is, illetve a tanműhely korszerűsítése is egy nagyon fontos feladat. Akkor én azt kívánom, hogy legyen ma ez a bál hasznos és tartalmas, és sok pénz jöjjön össze mindkét cél megvalósítására. Én is azt remélem, hogy nagyon sokan fognak hombolát vásárolni, és ezzel hozzájárulnak ehhez a sikerhez. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsoron következik. Mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, akivel az elmúlt időszak óvodai programjairól beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője. Szeretettel köszöntöm intézményvezető asszony stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert most már egy picit fellélegezhetnek, hiszen túl vannak egy nagy volumenű óvodai program sorozaton, hogyha lehet így mondani, óvodai pedagógiai napokat tartottak. Talán kezdjük azzal, hogy március 18-án, kezdjük ezzel a rendezvényel, egy tehetségnap konferenciát szerveztek, rendeztek. Hol volt ez, hol került lebonyolításra, és mit kell tudnunk erről a rendezvényükről? A tehetség konferenciánkat egy pályázat keretében szerveztük meg, Karcag és térsége tehetségtanács szervezésével együttműködve az intézményünk. Ez a rendezvény a Dériné Kulturális Központba került megszervezésre, ahogyan mondta, március 18-án délelőtti időpontba. Pedagógusok, szülők, támogatók részvételével. Miről szólt ez a nap, ez a rendezvénysorozat? Ennek a napnak a délelőtti szakmai program, szakmai fórumján, hiszen a délelőtti program az egy szakmai fórum volt, a hálózati együttműködés volt a fő témája, amelyben tehetségpontok együttműködéséről, a tehetséggondozásban együttműködő tehetségfejlesztő pedagógusok szakmai tartalmi együttműködéséről folyt a konzultáció, a fórum. Ennek keretében voltak előadások, voltak koreferátumok, amelyek bemutatták az intézményekben működő tehetséggondozó csoportoknak az együttműködését, illetve azoknak a fejlesztési lehetőségeit.
És utána a délután pedig felléptek, ha jól tudom, akkor óvonői csoportok, óvodás csoportok, mi történt akkor? Hát a délelőtti részben az előadók között szerepelt dr. Dávid Imre, a Debreceni Egyetem tehetségkutató tanára, és Nagy Jenőné Incike, a Szarvasi Pedagógiai Kar tanára, aki szintén tehetségkutató, ő kifejezetten az óvodai tehetséggondozás rendszerét dolgozta ki, amelyet a mi intézményünkben is működtetünk. És az ő két nagyon nagy ívű szakmai előadásukat követte olyan koreferátumok, amelyek konkrét intézményi tevékenységekhez kapcsolódnak. Így bemutatásra került a mi intézményünk, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Tehetségpont működése. Bemutatásra került a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Tehetségpont hálózati együttműködése Pap Lászlóné intézményvezető bemutatásával. Bemutatásra került Lévainé Kovács Róza tehetséggondozó pedagógus a Kovács Tehetségpontnak a működését mutatta be, majd ezt követően pedig egy picikét más téma, de valahol mégis kapcsolódik a tehetséggondozáshoz. Az intézményünkben a legmodernebb informatikai eszköz, amellyel a gyermekek dolgoznak, a digitális okos, óvodai okos játék bemutatásra került Andrássy Tiborné intézményvezető helyettes koreferátumába. Bocsánat, mi ez az okos játék? Mit lehet erről tudnunk? Ez most felkeltette az érdeklődésünket. Ez egy számítógép tulajdonképpen, egy konzol, inkább így mondanám, egy érintő képernyős konzol, amely olyan játékokat tartalmaz, különböző képességterületeket fejlesztve, amely az óvodáskorú gyermekek szintjéhez igazodik, és egy picikét okosan tanítja használni a számítógépes játékok használatára a gyerekeket, fejleszti őket, megismerkednek az eszköz használatával, és még mind ezen túl az óvodapedagógusok, illetve az intézmény vezetése kap egy képet a gyerekek egyéni fejlettségéről, a fejlesztési pontjairól, illetve összességében akár óvodákról, csoportokról, vagy intézmény szintű fejlesztési célkitűzésekről azokra a területekre, ahol alacsonyabb, vagy ahol nagyon kiemelkedő egy-egy képesség területen a gyermekek szintje. Van egyébként ilyen játék a karcagi óvodákban? A karcagi óvodákban mind a 9 óvodánkban van egy-egy ilyen játék, és minden nagy csoportos óvodás gyermekünk ezekkel a játékokkal tevékenykedik minden nap. Miről szólt még ez a nap? Ezen a napon az előadásokat követően egy nagyon szép műsort adtak a kolléganőim és a gyermekek. A Csodafa című műsor került bemutatásra ennek a fórumnak a keretében, amelyben az intézményünk kamarakórusa, a néptánc csoportja, két tehetséggondozó műhely, a Jókai úti óvoda és a Kinizsi úti óvoda zenei tehetséggondozó műhelyei, műhelybe járó gyermekei adtak műsort, és Tóth Istvánné Mártika volt a mesélője ennek a programnak, de ezt a programot a Magyar Kultúra napján is láthatták. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ezzel arattak nagy sikert ugye a város lakosai körében. Így van, és ezt nagyon fontosnak gondoltuk, hiszen ehhez az alkalomhoz is nagyon illett ez a program bemutatni, hiszen egy nagyon széleskörű együttműködés és érdeklődés kísérte ezt a rendezvényünket, hogy lássák ezt a csodafát, amit ott a gyerekek és a kolléganőim megjelenítettek ezen az alkalmon, ennek a műsornak a keretében, hiszen ez valóban a tehetségekről szólt, az együttműködésről szólt, arról, hogy mutassuk meg azt, amiben nagyon jók vagyunk, és itt be tudták mutatni a gyerekek a nagyon kiemelkedő, megvalósuló tehetséggondozást a zenei területen, be tudták mutatni a kolléganőim a zenei tudásukat, a meseelőadás varázslatát, a táncos csodálatot, amit ott a gyerekekkel közösen a színpadra varázsoltak, és hát nem utolsó sorban a csengő hangjukat az énekzenei előadásokkal. Úgyhogy ezt a műsort megmutattuk széles körbe, hiszen a rendezvény nagyon nagy érdeklődést kísérte a karcagi és térsége és a térségen kívüli pedagógusok körében is, hiszen
a karcagi óvodapedagógusokon, tanító tanárokon, intézményvezetőkön kívül voltak Beregfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Turkeve, Tiszaföldvár térségéből, tehát nagyon sok helyről érkeztek érdeklődők erre a napra. És kérdezte az előbb még, hogy mivel folytatódott ez a napunk. A szakmai délelőttöt egy szakmai program követte a délutáni időszakban, amely 6 helyszínen zajlott. Itt az óvodákban voltak különböző tehetséggondozó műhely foglalkozásoknak a bemutatójai, illetve egy iskolai program zajlott a Kovács Tehetségpontban. Egy pici lélegzetvételnyi szünet után másnap ismét az önöké volt a főszerep, a Délinében került megrendezése az Apró Lábak Néptánc Gála. Hogy sikerült ön, mint intézményvezető, hogyan értékeli ezt a rendezvényt? Ugye múlt héten itt volt nálunk Benéni Kecskemét Janikó, aki annak idején kitalálta ezt a rendezvényt. Ugye ő elmondta, hogy régen ez óvodai keretek közt valósult, meg mára már kinőtte magát ez a rendezvény. Hogyan látja, hogy sikerült, milyen visszajelzéseket kaptak? Én úgy láttam és úgy éreztem, hogy egy nagyon nagy sikerű volt a jubileumi 10. Apró Lábak Néptáncgála, hiszen ez is egy nagyon szorosan kapcsolódik a tehetséggondozáshoz, hiszen itt az intézményben működő valamennyi néptánc tehetséggondozó csoportunk bemutatkozott. Ezen kívül bemutatkoztak olyan csoportok, akik más óvodákból érkeztek, de nagyon magas szinten művelik ők is a tehetséggondozást a gyermektánc területén, valamint voltak felnőtt táncosaink, zenészek, énekesnőnk volt, aki népdalokat adott elő, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon színes és gazdag program volt 19-e délutánján. Ennek is a Délinék Kulturális Központ adott helyet, hiszen nagyon nagy érdeklődés kísérte mind a szülők, mind a pedagógusok körében, mind a város lakossága, hiszen az egész délután teltházas volt a színház terme a Délinék Központnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű volt, és nagyon színvonalas volt a 10. alkalommal megrendezett Apró Lábak Táncgálánk. Gratulálunk hozzá! Mit lehet tudnunk, milyen programok, rendezvények szerepeltek még műsoron a pedagógiai napok keretében? Miről tud még nekünk beszámolni? Ez alatt, az egy hét alatt ez volt a két nagy kiemelt rendezvény az intézményünknek, de emellett a mindennapokban, az óvodákban zajlik a óvodai nevelés, hiszen az intézményünkben közel 700 kisgyermeket nevelünk minden nap. Úgyhogy szerettünk volna ebből is egy-egy kis szeletet a Madarász Imre Voda pedagógiai napok keretében bemutatni. Így a program kezdődött március 17-én a Jókai úti óvodába, ahol a Madár Barát címet nyerte el az óvoda közössége. Hát ez az ő környezettudatos tevékenységüknek, a környezet szeretetüknek, a madarakról való gondoskodásnak, annak a gyerekekkel, óvodapedagógusokkal közös együttműködés eredménye, hogy ők elnyerték elsőként a városban ezt a címet, és az óvodájukon most már ez a madárbarát óvodatábla kihelyezésre került. Ez volt a nyitó rendezvényünk, ezt követte az előbb említett két nagy programunk, és ezt után a Szimovodába és a Kinizsi úti óvodába voltak szakmai programjaink. A Szimovodába az egészséges életmódhoz kapcsolódó bemutató foglalkozásokra került sor délelőtt folyamán mind a két csoportban, amelyre szülőket is hívtak a kolléganők, és szülők, óvodapedagógusok az egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységeket ismerhették meg a gyerekek tevékenységeibe. Itt kiemelkedő ebben az óvodánkban az együttműködésre, a kooperációra, a kommunikációra nevelés, és ebből kaphattak egy kis ízelítőt, míg a délutáni időszakban pedig Ifjú Gyarmat Imre volt az előadójuk, és hát itt folytatták a programot az egészséges, hogyan éljünk egészségesen témával. A Kinizsi úti óvodában pedig a vízvilágnapja volt a fő téma, melynek minden cseppje kincs a vízünknek, és hát ez nagyon fontos területe az óvodai nevelés, környezeti nevelésnek, hogy a gyermekeket megismertessük mindazokkal a kiemelt fontos területekkel, ami
a jövőt illetően valamennyiünknek számára nagyon fontos, hogy hogyan tudjunk takarékoskodni azzal a energiával, ami a rendelkezésünkre áll. És itt ugye a víz fontosság az a gyermekek életében nap mint nap ott van, de hogy tudják azt, hogy erre mennyire kell nekünk vigyázni, ehhez dolgoztak ki a kolléganőim olyan projekteket, amit most bemutatott Molnárné Orosz Csilla és Migácsné Erdei Gyöngyi kolléganőm. Ugye említette az előbb, ahogy felsorolt ezeket a programokat, hogy ezekre a rendezvényekre a szülőket is várják. Mennyire tudják interaktívá tenni ezeket a foglalkozásokat? A szülők mennyire vonhatók manapság? Ugye mindenki rohan, mindenki elfoglalt. Mennyire kíváncsiak, mennyire szeretnének betekinteni egy-egy óvodai csoport foglalkozásának életébe? Nagyon sok alkalommal van olyan programunk, elsősorban munka délutánok, ünnepekhez kapcsolódó projektnapok, amikor a szülőkkel közös tevékenységek valósulnak meg az óvodába. Ezek általában játékok. Igyekszünk ilyenkor olyan lehetőségeket teremteni, hogy közösen és együtt tudjanak játszani a gyerekek a szülőkkel, az óvonénikkel, közösen tevékenykedjenek. Ez a mostani egy picikét más jellegű volt, mert ez bemutató foglalkozás volt, ami a Színóvodában valósult meg. Mind a két csoportjukban, tehát Balajtiné Sütő Margó, Huszár Dóri, Szabóné Szentesi Marcsi és Tótné Török Judit kolléganőm olyan tevékenységeket valósítottak meg a gyermekekkel, amit a mindennapokban, a napirendbe építve megvalósítunk. Hiszen nagyon sokszor ugye a gyerekek hazamennek, megkérdezik a szülők, hogy mit csináltatok az óvodában, hát játszottunk. Persze az óvoda az egy nagy játék, egész nap játszunk, de közben azért ott nagyon sok fejlesztő tevékenység zajlik, ami a gyerekek számára játék, de az óvodapedagógusok egy tudatos, tervszerű óvodai nevelést valósítanak meg a mindennapokban, és ebből kaphattak ezen a bemutatón ízelítőt a szülők. Én azt tudom mondani az érdeklődésre, hogy a szülők nagyon érdeklődőek. Valamennyi programot, ha meghirdetünk nyílt rendezvénynek, nyílt programnak, bemutató foglalkozásnak, akkor ott nagyon aktívan részt vesznek. És hogy nem csak arra kíváncsiak, hogy a gyermekükkel mi zajlik az óvodában, hanem hogy tevékenyen is ott is vannak ezekben a programokban, hiszen mondhatnám, a Színóvodában működik egy szülői bábcsoport. A Jókai úti óvodában egy szülői kórus. Tehát ezek azok a együttműködések, amelyekkel ők maguk is még gazdagabbá teszik azokat a jeles napokat, amiket közösen valósítunk meg a gyerekek, szülők, óvodapedagógusok együtt. A közeljövő egyik legfontosabb eseménye, történése lesz majd az óvodai beiratás. Mit lehet erről tudnunk? Mikor lesz? Milyen szabályok vonatkoznak erre vonatkozóan? Az óvodai beiratás április 25-26-27-én lesz. Ennek a részletes információját mindenki meg fogja tudni, hiszen fent lesz a Karcagváros honlapján, az intézményünk honlapján, valamint a Karcagi Hírmondóban is meghirdetésre kerül ez az alkalom. Úgyhogy ez alatt a 3 nap alatt, amit erről nagyon fontos tudni, hogy van egy előzetes jelentkezési lap, amelyet a szülőknek bármelyik óvodába be kell, hogy szerezzenek, vagy letölthetnek és kinyomtathatnak saját maguknak a honlapról. Ezt kitöltik, és még a beiratkozást megelőzően ezt be kell adni az óvodákba. Ez egy tájékoztató jellegű számunkra is, és így már a 3 nap alatt adategyeztetés zajlik a szülőkkel, illetve nagyobb, több időt tudunk fordítani a beszélgetésre. Úgyhogy várjuk szeretettel a leendő óvodásokat. Van most esetleg, bocsánat, valami kötöttség, tehát körzet szerint iratkoznak be, vagy irathatják be a gyerekeiket az óvodákba, vagy mi alapján hova veszik föl őket? Igen, ami kötöttség, ugye az óvodáztatás kötelező, most már 3 éves kortól, ami azt jelenti, hogy azok számára kötelező, akik augusztus 31-éig betöltik a 3. életévüket. Ott szeptember 1-től kötelező az óvodába járás. Körzethatára van minden óvodánknak, ez is megtalálható Karcagváros önkormányzat honlapján. Vannak az óvodáknak ugye férőhelyei, felvehető létszámunk, és ha itt marad néhány üres hely, akkor azokra tudunk a körzeten kívüli lakóhelyről is fölvenni gyermekeket.
de azért úgy vannak kialakítva a körzethatárok, hogy úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy valahol az óvodák ellátottsága az arányban van a lakosság elhelyezkedésével a városban. Intézményvezető asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. További jó munkát, sikeres pályázatokat kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen az érdeklődést! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is továbbra is várjuk leveleiket, telefonhívásaikat. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek visszavárjuk Önöket.